Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék a ti küldtéteknek a negyedik részével, és igazából most szerintem azért elég sok könyvet kaptam. Az előző héthez képest szerintem többet, bár nem emlékszem pontosan akkor mennyi volt. Azt tudom, hogy akkor GamerMiner nagyon sok könyvet küldött, úgyhogy most egyébként többen írtatok, több különböző ember, bár GamerMiner most is küldött hármat. És azt szeretném még elmondani, hogy ha van kedvetek, és esetleg úgy jobban küldenétek könyveket, mert így igazából nem látom túl sok értelmét annak, hogy hetente legyen videó, akkor nyugodtan kérdezhettek is, bármit egyébként, a lényeg, hogy ne legyen túl személyes, és ne legyen túl nagy hülyeség, tehát gondolom egyébként értitek, hogy mire gondolok, illetve normális kérdéseket várok, hogyha esetleg szeretnétek valamit kérdezni, ezt még így az elején el szerettem volna mondani. Egyébként az egyik videóban már mondtam is, csak aztán végül kivágtam, mert nagyon hosszú lett volna akkor a videó. Azt hiszem az egyik ilyen könyvlapozgatás során mondtam, de szerintem akkor gyorsan el is kezdeném. Ajándék Matyi Harcostól. Szia Doggy Andi, nagyon szeretem a videóidat. Remélem videóban olvasod fel. Ajándék 24 kenyér, 24 steak. Azt a finom hamburgert fogok ebből csinálni. Nagyon szépen köszönöm, Matyi Harcos. Aztán Benix 13-tól is kaptam egy könyvet. Hát ő remélem véletlen írtad el a nevemet, mert különben Irgomborgom. Nemrég kezdtem el nézni a videóidat, és nagyon megtetszettek. A haverom mutatta meg, hogy nagy videós vagy, hát azért nagy nem vagyok, de nagyon szépen köszönöm. Remélem decemberben meg lesz a 10 000 feliratkozó. Hát majd kiderül, egyébként pont szilveszterkor lett meg az 1000, ugye 2013. december 31-én, úgyhogy hát nagyon meglepődnék azért, hogyha ennyit ugrana. Aztán majd úgyis kiderül, hogy mi lesz, de egyébként nekem ez a 10 000 már akkora, hogy el se tudnám képzelni. Nekem már ez is sok egyébként, ami most van sokszor, de nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire tetszik nektek, tényleg nagyon jól esik. Kellemes nyarat és boldog videózást kívánok a nyáron. Nagyon szépen köszönöm, neked is nagyon szép nyarat kívánok. Utóirat megnéznéd-e a mi videóinkat is, neven Nixo S. Persze, kommentelj kérlek a videó alá, és akkor nagyon szívesen megnézem a csatornádat, hogyha lesz időm. Mostanában egyébként sajnos nincs túl sok időm játszani se, de hogyha van egy pici, akkor mindenféleképpen megnézem. Aztán a harmadik könyv Topsikától. Szia Doggy Andi, még új vagyok ezen a szerveren, és nem tudom mióta keresem a házat, de meg lett. Most igazából 3 napja kezdtem, nincs kajám se semmim, szóval csak egy kis virágot tudok adni. Tudom, nem sok minden, de csak ennyire telik. Nagyon szépen köszönöm a virágokat is. Nagyon jó vidis vagy, és légy szíves, ezt videóban olvast fel. Utóirat, bocsi a helyes írásért. Üdvözlettel, Topsika. Elolvastam, és szerintem nem volt vészes. Változás és válasz. Igen, erre lesz majd egyébként egy válaszlevél, azt hiszem a következő, ha jól raktam össze a könyveket. Szia Doggy, én Iron Golem 123 vagyok. Ez az új karakterem, mert a másikat nem engedi fel, és ezért van ez sajnos. A közös fal miatt, és még egy dolog, miatt írom ezt a könyvet, most sem tudtam adni semmit, de a videón kívül könyveimre tudnál válaszolni? Fontos lenne. Persze válaszolok, csak ez egy ilyen nagyon összetett dolog, hogy miért nincsen időm. De hogyha úgy lesz, hogy tényleg van 3 órám, mondjuk, akkor mindenkinek minden kérését meg fogom csinálni, fel van jegyezve, föl van írkálva, szóval, hogyha valakinek még nem reagáltam az ilyen videón kívül könyvére, vagy egyáltalán, amit megígértem, akkor nagyon elnézést kérek. Próbálom úgy beosztani az időmet, csak hát sajnos hullafáradt vagyok, mire hazaérek mostanában. Dobtam egy könyv és tollat a ládáidba, abba beleírnád a válaszod, és beledobnád a hopperbe is. Előre is köszönöm, Nixo S. Akkor nem kell az S, akkor csak simán Nixo. Oké. És még adtam 32 tojást, 32 hógolyót, 2 aranylópáncért, 64 alvilági bibircsókot, 32 örlángrudat, 6x64 alvilági téglát, 64 izzókövet, hú, jó sokat lehettél a Netherbe, 18 TNT-t, 64 tavirózsát, 4 kísértett könnyet, nehéz volt megszerezni, hát azt nem csodálom. Köszönöm szépen, és 1000 dollárt, azt a mindenit nagyon szépen köszönöm, illetve egy virágot, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. És egyébként itt van a következő könyv, amit írt. Szia Doggy, problémám megoldódott, a közös farmon kívül nem szeretnék másra kérni, mint hogy mégis ezt a karimat add hozzá, ha nem tetted volna még meg, de ha már megtetted, akkor semmi. Remélem megkaptad, igen, ez a nagyon hosszú számsorozat volt az előző könyv. Azaz az egyik másodlagos karakterem könyvét, mert abban csak az áll, hogy videón kívül könyveimre válaszolj, légy szíves, csak ennyit akartam, szia.
Olvasd el a másik könyvet is, légy abban, van benne az a bizonyos könyv. Oké, már felolvastam az előbb. Aztán Ender Girl-től is kaptam egy könyvet. Szia Doggy, írtam könyvet, de nem írtam alá, amelyikben az van, hogy adtam egy vaslópáncélt, hogy Draxi MC0033-mal lakok meg, hogy jó vidis, hogy stb. Na csak ennyi. Hát ez egy kicsit nekem zavaros volt, de kaptam könyvet, ami nem volt aláírva, vagyis hát alá volt írva, csak ugye nem volt név, azt te küldted, vagy melyik könyvre gondolsz? Nem tudom, hogy melyik könyvre gondolsz. Van, amikor kapok könyvéstollat is van beleírva, viszont abból sokat kapok sajnos, és azt nem tudom, hogy akkor az melyik lehetett a tiéd. Akkor adomány és lakhely, Citrom 16. Szia, kedves Doggy Andi, nem vagyok túl gazdag, de adok neked 5 tököt, 2 dinnyeblokkot, 2 gombaragút, és egy Knackback 1-es vaskardot, remélem örülsz neki. 5 Citrom 616. Utóirat a házam a kis réten túli sötét erdőben. Oké, és majd megnézem, hogyha lesz környékbemutatós videó. Aztán Erdei Fácán 100-tól. Kedves Doggy Andi, nagyon szeretem a videóidat, és gratulálok a Triandium Karniát. Na térjünk a lényegre, adtam neked krumplit, répát, vetőmagot, meg még ezeket kisütve, a répát kivéve. A vetőmagot is kisütötted? De azért megkérdezném, van-e eladó obszidiánod? Szerintem van. Az előbb bányáztam, legalábbis szerintem még van 64 darab. Mennyi kellene, írd meg, és akkor majd megegyezünk valamiben. Sokkal én 01-től is kaptam egyet. Szia Doggy, sajnos nem vagyok túl gazdag, bla bla bla, de néhány dolgot adtam. 261 reston, egy manaittal, a szivárvány helmet, láncsapka, 5 darab rózsabokkor. Nagyon szeretem a videóidat, csak így tovább. Hétvégén vörös hold volt, és egy óriás zombi spawnolt a közös farm tetejére, és ezért vannak rajta lyukak. Én pedig nem vagyok hozzáadva a farmhoz, tehát nem tudtam visszaépíteni. Rendben, nem gond. Örülök, hogy szóltál, és így legalább tudjuk, hogy nem valaki rongált, majd visszaépítem. Hogyha még nem építették vissza. Most úgyis megked van, lehet, hogy egyébként már vissza lett építve, fogalmam sincs. De azért köszönöm, hogy szóltál. Akkor GamerMindnet-től kaptam, az övét a végére hagyom, mert ha jól láttam, megint van küldetés. Aztán itt van egy könyv Begebelétől, nem tudom, hogy kell ejteni a nevedet. Szia Doggy, te vagy a legjobb, és kapsz két smaragdot, kapsz tőlem egy izóport, ja, és te vagy az első a kedvenc üdéseim között, és utánad jön Lac. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem egyébként ezt Lac is nagyon szépen köszöni. Illetve itt van még egy könyv tőled. Szia Doggy, adok neked kb. 6 manaitalt, azt hiszem mindegyik nagy. Ja, és véletlenül bedobtam a vaskardon, vissza tudod adni, nincs rajta semmi, csak egy sima vaskard. Ja, és kapsz tőlem még 5 dollárt, 2 tököt is, ennyi. Nagyon szépen köszönöm, persze visszaadom, csak nem biztos, hogy van olyan alkalom, amikor te is fönn tudsz lenni. Majd megpróbálom valahogy visszajuttatni hozzád mindenféleképpen. XD, XD Dávid. Szia Doggy, dobtam be 150 dollárt, szeretném, ha hozzáadnál a közös farmhoz előre, és köszi XD, XD Dávid. Utóirat, a nevem XD, X Dávid. Bocs, igen, most is úgy mondtam. Bocsánat, hogy így mondom a neved, akkor XD, X Dávid. Ja, és bocs, hogy a Doggy kis D-vel írtam, nem volt kedvem kitörölni az oldalt, semmi gond. Ezen nem fogok megsértődni. Remélem, te se azon, hogy megint rosszul olvastam fel az elején a nevedet. Aztán kaptam Vercettitől egy könyvet. Szia Doggy, a nevem Tomi, és már régóta nézem a videóidat. Valóban az egyik legjobb lány videós vagy azok közül, akiket ismerek, és azért ismerek egy párat. Hú, köszönöm szépen. A feliratkozóid száma akár a háromszorosára is nőhet, ha nem hagyod abba, és akkor már tényleg a legjobb leszel. Ma kezdtem a szerveren való játszást, így hát nincs sok cuccom, de adok neked vasblokkot, 3 vöröskőblokkot, továbbá egy aranyalmát. Sok sikert ott a továbbiakban. Utóirat, szép lett a házad. Nagyon szépen köszönöm, ez egyébként nagyon jól esik, hogy így gondolod. Akkor kaptam Dreamworm-től is egy kis könyvet, 50 oldal, nem fogok ellapozni, ne haragudj Dreamworm, hogyha mindig azt mondom, hogy jó ez az utolsó, akkor sose lesz ennek vége. Hello Doggy, szeretnélek megkérni, ha tudsz egy spawnert, légy szólj. Nem tudok spawnert, itt van a közelben egy zombi spawner, de lehet, hogy ezt meghirtötték, mert vannak, akik félnek tőle, vagy nem tudom miért, de kiütik a spawnert, ami egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne. De sajnos nagyon sokszor egyébként kiütik a spawnereket. Légy szíj a nevemet, így olvasd, Divi. D-W. Előre is köszönöm. Utoljára kapsz egy kis ajándékot, lapoz az 50. oldalra.
Ajándékok zene, lemez, cet, 4x16 tojás, 32 darab tollat a nyilakhoz, 1 darab vodkát. Vodkát, köszi. Tovább nem lapozok, ne haragudj, mert úgy látom leírtad az ajándékokat, és tényleg szeretnék véget venni ezeknek az 50 oldalas könyveknek, mert nektek se jó szerintem. Majd egyébként videón kívül megnézem, mi volt az 50. oldalon, de nem akarom ebben húzni az egészet. Aztán kaptam Aistai-tól, nem tudom, hogy kell ejteni a nevedet egy könyvet, nagyon sajnálom. Szia, Andi, mivel eléggé szegényes sorsú vagyok lakótársaimmal, ezért csak pár dolgot tudtam adni, ami már régóta oda akartam. 10 darab steak, 15 lazurit, 32 vas, a kegyetlen hó, Evoker Shovel, egy arany rúd. Remélem ennek a pár dolognak is örülni fogsz. Egyébként a két eszköz nem tudom, hogy került hozzám, egyszer csak a kezembe akadt. Ezeket mobok szokták dobni, megölöd a zombit, creepert, pókot, mindenfélét, és van, amikor dobnak ilyen cuccokat. Egyébként nagyon jó cuccokat szoktak néha dobni, nekem van egy gyémánt mellvértem, ami nagyon durva, és azt is egy creeper dobta talán. És nagyon szépen köszönöm nektek, gondolom ezt többen küldtétek, hogyha így írtad alá. Aztán küldetés, ending. Oké, a pénzt bedobtam, és a sárga festéket is visszadom, mert itten csak rám szálltak, hogy kihasználnak, mert kell a festék. Nem kellett volna, én nagyon szívesen odaadom a festéket, úgyse használom fel most. Ha kihasználtál volna, és én úgy éreztem volna, akkor nem csináltam volna meg a küldetést. Hogyha én azt mondom, hogy valamit megcsinálok, akkor azt azért mondom, mert úgy érzem, hogy ez nem kihasználás. Szóval, ha azt mondtad volna, hogy 10 dollárt adsz, mit tudom én, 64 gyémánt tömbért, nyilván akkor azt nem csinálom meg, mert az tényleg kihasználás lenne, de ez nem az szerintem. Főleg a sárga festék, hát most az a rengeteg virág, láttad mennyi van, mennyit kapok, nem éreztem annak meg. Igazából csontlisztel bármikor lehet növeszteni virágokat. Küldetés, V2, és van egy gyémánt könyv. Gyere a telkünkre és menj a tökfej rönghernyóhoz, jobbra van a bejárattól. Ha ez is egy küldetés lesz. Ja, már több hónapja itt áll a vasút félkészen, hoz nekem 32 aranyblokkot, 64, meg 64, meg 32 vöröskő blokkot. Adok érte egy Doggy Andi büszkesége vascsákányt és 50 dollárt. Gamer Miner, csak hív Minernek. Nagyon kell az arany és a redstone, például csináld meg a küldit. Megcsinálom, mert megígértem, hogy adok aranyat, illetve redstone-t, ugye a vasúthoz, mondtad, hogy kell a vasút már az előző videóban is, úgyhogy ezért megcsinálom, mert tudom, hogy mire akarod felhasználni. Legalábbis, ha van ennyi aranyam, nem tudom egyébként most mennyi van, mert néha át szoktam craftolni aranyalmával. És még megnézem ezt, majd a könyv másik részét akkor vasolva, hogyha megcsináltam a küldetést. Szia Dogi, 10 dia, kéne, 100 dollárt bedobtam, a szemetesben add le, PLS, tudod hol van. Ez nem szemetes. Lehet, hogy van, aki annak használja, de ez nem szemetes. Jó. Gondolom ez az a 100 dollár. Egyébként elfelejtettem az előző videónál kiüríteni a ládát, úgyhogy vannak benne olyan cuccok, amik még esetleg az előző videóból benne maradhattak. Például ez a grummalac. Most egyébként majd ki fogom szedegetni. Úgyhogy itt van a szivárványhelmet. Igen, akkor most már gyorsan itt megmutogatom, amiket kaptam, és akkor szerintem összeszedem azokat a dolgokat, amiket kért Gamer Miner, és akkor azt a küldetést még megcsinálom, amit írt, mert egyébként szerintem ez tök jó pofa, hogy így nem tényleg annyi van, hogy megmutatom a ládákat, hanem még így van a végén valami, tök kreatív. És akkor megyek kis Gamer Miner házához, mindig egyébként kivágom, nem tudom miért, sokat kell oda menni, de most akkor nem vágom ki, mert lehet, hogy szeretné, hogy lássátok, hogy merre felé lakik. Ajjaj, vörös hold volt és Chunk Error van. Akkor spam. Igen, egyébként, hogyha ez történik, mert sokan kérdeztétek, hogy ilyenkor mit kell csinálni, spam, back, és voilà, működik. Kicsit megijedtem, hogy nem fog működni. Na szóval, akkor menjünk. Ott van egyébként Gamer Minernek a háza. Az. Hoppá. Jobb lenne itt egyébként egy normális út. Remélem a vasút erre felé fog jönni. Bár nem tudom, hogy mire kell neked a vasút. Gondolom majd a ládát ki kellene ütni. Mindjárt akkor elolvasom. Igen.
Ja, a tökfejhez kell előbb mennem, tökfej bejárattól van. Itt van. Ajjaj! Vörös hold van, hát ennek nagyon nem örülök, mert ilyenkor nincsen home se, itt van a tökfej. Igen, hát remélem nem fog meghalni itt könyvolvasás közben. Igen. És ha már megcsináltad, ó, köszönöm, szólok Minernek, végre utazhatok. Utoljára szedd ki a ládát és a táblát, amit leraktál, Péles, és akkor hova rakjam be a dolgokat? Hogyha kiütöm a ládát, akkor nem tudom, mibe belerakni igazából azokat, amiket most. Ez a jutalmad, ebbe tedd, nem vagyok hozzáadva. Úgyhogy ne haragudj, de egyelőre nem ütöm ki a ládát, hanem berakom. És ide rakom a gyémántot is, amit vásároltál. Mert hogy azokhoz a ládákhoz nem adtál haza, és nem tudok mit csinálni így. És szerintem akkor el is köszönnék, miközben itt ezt a magmakockát próbálom halálra ütögetni. Nagyon szépen köszönöm a végignézést, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doki voltam, sziasztok!